Egy tiszaburai lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. október 16-án a kora esti órákban bement egy szolnoki áruházba, ahonnan egy 18 ezer forint értékű, fűthető jacket tulajdonított el oly módon, hogy a kabátot magára vette, és a kasszánál csupán egy csokit és egy rágó gumit kívánt kifizetni. A kabátban elhelyezett áruvédelmi etikett jelzést adott, ezért a férfit a biztonsági szolgálat tagjai feltartóztatták és értesítették a rendőrséget. A jogsértőt lopásvédség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. A szolnoki rendőrkapitányság nyomozói az ügy vizsgálatát befejezték, és a keletkezett nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.